tisztelettel köszöntöm intézményünk dolgozóit, gyermekeket, otthon nevelő kollégáinkat, nyugdíjas kollégáinkat a Szociális Munkanapja alkalmából rendezett ünnepségünkön. Külön tisztelettel köszöntöm országgyűlési képviselőket, Társulási tanács elnök helyettesét Nagyozvány község polgármesterét Fogya Orsolyát. Településeink polgármester hölgyeit és urait, Alsó-Beleckiből köszöntenék Erlini Bajnok Zitát. De úgy tudom, utóban van, úgyhogy majd még egyszer megteszem, ha ide jönnek. Pácin község polgármesterét Gégény Zsuzsannát. Kisoltvár község polgármesterét Troják Laurát. Bánóc község polgármesterét Tömös Béla Gyulánét. Felsőbeleci polgármesterét Horváth Tibort. Tiszakarát polgármesterét Kalászi Zoltán. Tiszakarát polgármesterét Kecsmár István. Semmilyen község polgármesterét Csakod Bélát. Látsa Cséke polgármesterét Fedor Lászlót. Végvágvár polgármesterét Deák Bertalan. Zentrénagár polgármesterét Kis Attillát. Paros község polgármesterét Dakos János Kedves Káromat. És köszöntöm Licse község képviseletében Bejos Ferenc urat. Köszöntöm továbbá Cigányváros alpolgármesterét, Abonci Dániel urat, és Cigány Református Egyházközség rendését, Szép Kristóf István lelkészület. Köszöntöm a Kisterség munkatársait és segítőinket, Szabó Eszter, Kopasz Gáborné, Nagy Tóbiás Katalin. Köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, ez nagyon sokat jelent nekünk. Felkérem dr. Hörcsik Rihárd képviselő urat, tartja meg minden köszöntőjét. Tisztelt elnök úr, hivatalvezető úr, polgármester hölgyek és uram, urak, kedves szociális dolgozók, otthonköziek. Köszönöm a meghívást, immáron második alkalommal vagyok itt ebben a közösségben, és most is, mint az elmúlt esztendőben, örömmel jöttem. Mert fontos az, hogy a politika képviselői nem csak papírról olvassák, hanem a gyakorlatból, face to face, ahogy szoktuk mondani, találkozzanak azokkal az emberekkel, azokkal a problémákkal, azokkal az örömökkel vagy keservekkel is, amiről sokszor emberek úgy döntenek, hogy nem is tudják, hogy miről van szó. Köszöntöm Önöket, hiszen immáron 3 éve, ha jól emlékszem, november 12-én alkotta meg az országgyűlés azt a törvényt, ami a szociális munka napjává nyilvánította november 12-ét. A régi időkben a heti és a rendkívüli ünnepnapok váltak a pihenés napjává, munkaszüneti nappá, és úgy hiszem, hogy a mai kor követelményeinek az felel meg a magyar társadalomban, hogyha az Önök tiszteletére munkájuk elismeréseként is kijelöl egy napot egy évben, ami nem csak hogy felhívja a figyelmet a szociális munkát végzők áldozatos tevékenységére, hanem alkalmat is teremt állánk kifejezésére, az áldozatban dolgozó, ha jól tudom, Magyarországon mint egy 90 ezer embernek, ugyanis ez korábban Kövér László házelnök is elmondta, tőle idézem, hogy a szociális munkások munkájukkal közösséget és nemzetet építenek. Ezért Önök megérdemelnek egy napot, ami Önök számára is ünnepnap, hogy legyen egy nap, ami Önökről és Önökért és Önökről szól. Hölgyeim és Uraim! Magyarország polgárai
túlnyomó többsége vallja, hogy egy olyan országot szeretnénk építeni, ahol megőrizzik a keresztény gyökereket, megőrzik a munkahelyeket, és olyan országot építenek, ahol mindig figyelni kell az elesettekre, mindig figyelni kell az idősekre. Igen, úgy hiszem, hogy ez egy alapvető dolog, hogy olyan országot építsünk, ahol egymásra figyelünk. És önök a társadalomnak a figyelő szemei. Hiszen áldozatos munkájukkal úgy hiszem, hogy mindazt elvégzik helyettünk, amit sok család nem tud elvégezni, mert szétszakadtak, mert elmentek bodrok közül a fiatalok, és már nem a régi családmodell, ami egy kortán három generáció élt, talán még az idősek emlékeznek erre, hanem atomizált társadalmunk van, és leginkább a fiatalok csak magukkal tudnak törődni, mert ilyen az élethelyzetük gyermekeikkel, és az idősekről pedig kevésbé. A Caritas in Veritatem van egy enciklikja, direkt nem egy református idézetet, hanem egy pápai idézetet hoztam, amelyek szerint sokféle szervezet szaporodása, amelyek az emberekkel különféle nyomorúságaikban foglalkoznak, azzal magyarázható, hogy a feleberáti szeretet parancsát a Teremtő beleírta az emberi természetbe. De ez a világban jelenlévő kereszténység eredménye is, mert ezt a történelem folyamán olykor nagyon elhomályosult parancsot újra meg újra fölébresztés hatékonyá teszi. Ebben az értelemben a kereszténység ereje messze túlságolja a keresztény hit határait. Ahogy olvastam ezt a pápai enciklikát és a magyarázatát, azt is kiolvastam, hogy az emberi természetben eszerint is bele van írva az, amit önök tesznek. Vagyis az, amit az irgalmas samaritán is példabeszéde állít a szemünk előtt. És az önök munkája, az önök tevékenysége válasz arra, ami egy konkrét helyzetben közvetlenül szükségletként mutatkozik. Vagyis az éhezőket meg kell etetni, a ruhátlanokat föl kell öltöztetni, a betegeket gyógyítani kell. Hölgyeim és uraim! Az önök kézzelfogható segítsége nélkül az állam sohasem tud egy egészséges társadalmat felépíteni. Sohasem járhat sikerrel ez a munka. És úgy hiszem, hogy a törvényhozók és a kormány feladata egyben célja az erkölcsi és anyagi támogatás. Ehhez a fokozatos béremelés mellett nagyban hozzájárulnak a különböző fejlesztések, támogató programok is. A munkatársak megbecsülésének erősítése mellett úgy hiszem, hogy biztosítani kell a szakmai megújulást is. Minden ilyen intézkedés középpontjában azonban a szakembernek, az embernek kell állni a jövőben is. Fontos ez azért is, mert az önök odafordulását sem a térség, sem az ország nem tudja nélkülözni. Hölgyeim és uraim, tehát köszönet illeti önöket ezért a munkáért, amit nap mint nap végeznek. Elmondtam tavaly is, hogy sokan csak papírról olvassák, hogy mi az, hogy szociális munka. Én emlékszem 1985-ben, amikor beiratkoztam az Edinburgh-i Egyetembe, az egyik szobatársam kérdeztem, te mivel foglalkozol, azt mondja, hogy szociális munkás vagyok. De szociális szakra iratkoztam be. Akkor ez számunkra még teljesen ismeretlen volt. Ma már bennünket is elért a civilizációnak az a fejlődése, ami Nyugat-Európában már régen, például ismeretlen volt 90 előtt a munkanélküliség, akkor mi, vagy a sztrájk, mentem én is az osztálytársakkal sztrájkon, nem tudtam miért, de mentem az utcán, mert úgymond jó buli volt, mert ilyet nálunk nem ismertünk még a 80-as években. Igen, bennünket is elért az a fejlettség, amit Nyugat-Európát,
és amit itt átért Magyarország a 19. században a városi fejlődés, például Buda és Pest egyesülésével, hogy ennek a fejlődésnek vannak árnyoldalai. És ez az, ami a társadalmi fejlődés ezen fokán is az önök munkája igazán felértékelődik. És különösen itt Bodrog közön is szeretném megköszönni a társulás elnökének, polgármester Hölgyék uraknak azt az összetartást, ami végül is lehetővé teszi, hogy önök itt dolgoznak. Külön-külön településeken, de mégis együvé tartozva, hiszen a kistérség az, ami az Ernyőt adja. Nem minden térség tudja elmondani ezt magáról, hogy ilyen kistérsége van. Bármit mondjanak rólunk, én ezt látom, és ezt egy értéknek tekintem. Nem véletlen, hogy minden polgármester is itt van. Ez valami kellett. Ez a kohézió tartja azt az alapot és az egymásra figyelést, hogy nem csak a szociális munkás, hogy a falunknak figyel az időse, hanem a települések is figyelnek egymásra. Hol van nagyobb szükség? És köszönöm igazgató asszonynak is azt a munkát, hiszen ilyen ügyben nem először találkozunk, és hál' Istennek azért köszönhetően a kistérségnek minden pályázatot megpályáznak, ami létezik. Hála jó Istennek, van, amit megnyerünk többségében. Ennek eredményeképpen voltak és vannak fejlesztések. Hát, futunk a pénzünk után, de mindig utolérjük, és ha nem mernénk bevállalni, mint a pókerezők, akkor sok két térségben, hát ha nem vállaljuk be, akkor nem tudunk hibát védeni, tehát nem lesz probléma. De itt nem ilyen polgármesterekről és elnökről van szó, és ez is számomra egy olyan erényt jelent, amiért érdemes dolgozni. Hogyha megnyerjük a pályázatot és vannak fejlesztések, akkor itt az emberek megbecsülik, és hogy elmondtam legutóbb a belügyminiszternek is, hogy olyan csapat van, ami egy forintból hármat csinál. És ez is érték. És önök ebben az együtt munkálkodásban, mint szociális munkát végzők különböző területen, mind-mind értékelendők. És ezek nem, higgyék el, nem lózungok. Én azért vagyok itt, hogy én ezt szívből elmondjam, hogy köszönöm az önök munkáját. Mert hogy tavaly is elmondtam, mert az összes kalapomat leveszem azelőtt a munka előtt, amit önök csinálnak. Legyen az fiatal gyerek, idős, pelenkázni kell, vagy bármi, ami a szociális munkakörbe tartozik. Ezt nem lehet csak pénzért csinálni. Ez hivatás. Ez áldozat. Ez hivatás, ugyanúgy, mint a lelkészi vagy a polgármester. A közért végzett szolgálat. És nincs az a pénz, amivel ezt meg lehetne köszönni. Mindig jó, egy kicsit több van, és reméljük, hogy ebben az életpálya modellben nem lesz megállás. És ezért én arra kérem önöket, hogy ezt a munkát tovább végezzék, mert tudom azt például, hogy Bodrog közön nagy igény van, hogy idős otthonokat építsünk. Konkrétan például Alsó-Bereckőt van az iskola, valamit vele kezdeni kéne. És most polgármester asszonyjal is gondolkodtunk, hogy akár a görögkatolikus egyházzal közösen, vagy valamilyen formában, de előbb-utóbb elér bennünket a társadalmi fejlődés ezen foka, hogy az idősek egyedül maradnak. És itt jön elő a gondoskodás bibliai példája is, hogy ezek talán nagy szavak, de apró pénzre váltva. Bizony, ez egy önkormányzat feladata és az önkormányzat munkája kezé tartozik. És önök azok az összekötő kapocs. És én azt kívánom, hogy ebben a munkában legyen sok erejük, kitartásuk és hitük, hogy az önök munkájának értelme van. Mint Kövér Lászlót idéztem, önök épp úgy nemzetépítők, mint a nagyjaink voltak évtizedekkel vagy évszázadokkal ezelőtt. Apró pénzre váltva. Én köszönöm azt a munkát, és még egyszer elnökasszonynak, elnökúrnak, polgármester hölgyeknek és uraknak jó egészséget kívánok, mint az én házi orvosom mondta, csak egészség legyen, a többit úgyis megvesszük. Köszönöm szépen! És elismerő szavait köszöntöm Alsó-Bereckő polgármester asszonyát, már
Köszönjük, hogy újra itt van velünk. Ez nagyon nagy dolog, hogy ennyire szívügyének tekintik az ezen a pályán dolgozott munkáját, és hát kérjük, hogy képviselje a pályán dolgozott érdekét. Nagy parlamentet is. Köszönöm szépen még egyszer. Felkérem Kovács Krisztián urat, Cigányváros polgármesterét, a társulási tanács elnökét tartsa. Köszönöm szépen, szép estét kívánok én is mindenkinek. Tisztelt képviselő úr, tisztelt hivatalvezető úr, lelkész úr, alpolgármester úr, jegyző úr, intézményvezető asszony, intézményvezető helyettes asszony, intézményvezető helyettes úr, az úr egy kicsit átült a másik oldalra, illetve tisztelt polgármester, hölgyek, urak, kedves dolgozók, tisztelt kollégák. Mint hogy képviselő úr is elmondta, az országgyűlés 2016. decemberében döntött arról, hogy november 12-én ünnepeljük a szociális munkanapját, és ezt munkaszünti nappá nyilvánította, de büszkén mondhatom el, ha mindenki visszaemlékszik, hogy itt azért megelőztük a korunkat, mert mi már 7 éve tartjuk ezt a napot, bár nem tudtunk munkaszünti napot adni, de mégis megemlékeztünk önökről, tehát mi már 7. éve tesszük a dolgunkat, de éppen ideje volt, hogy a kormány meghozta ezt a döntését, és felfigyeljen erre a szférára, hiszen ezen a napon, ahogy képviselő is elmondta, ráirányítjuk a figyelmet azokra a szakemberekre, akik az év minden napján segítik és gondozzák a segítségre szorulókat a boldog közben. Mi is itt és helyben is minden eszközzel igyekszünk elismerni azt a munkát, amelyet a szociális, a gyermekjólét és a gyermekvédelmi szolgálatokban dolgozó munkatársak felkészülten, elkötelezetten és nagyon magas szakmai színvonalon végeznek. Önök fáradhatatlan és nélkülözhetetlen munkatársai annak, hogy a magyar társadalom befogadó, összetartó és nehézségekkel küzdő emberekkel szolidáris közösség legyen. A szociális és a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi szolgáltatások területén Magyarországon jelenleg 93 ezeren dolgoznak, amelyben több mint 2000-en, itt a mi kis pártjánkban pedig több mint 150-en. Azt szoktam mondani, és erre nagyon kell, hogy figyeljünk, hogy sajnos mi vagyunk a legjobb foglalkoztatók a Bodrog közben, ekkora létszámmal senki nem rendelkezik, ezért mindig társulási üléseken elhangzik, hogy úgy vigyázzunk erre, mint a legféltettebb kincsünkre, hiszen ennyi munkahelyet senki nem tud a Bodrog közben létesíteni. Az intézmény állományi létszáma, csak hogy egy kis statisztikát is mondjak, ritkán hangzik el, 116 fő, társadalmi gondozónkban vagyunk 24-en, közfoglalkoztatottak 3-an, a gyerkes asszisztensek, tehát a gyerkeségprogramosok 5-en, iskolai szocmunkások pedig 2-en vannak, ez összesen 150 fő. Az ellátotti létszám pedig következők szerint alakul, az étkeztetést 815 fő vesz igénybe, házi segítségnyújtást 398 fő, a nappali ellátást, a klubokat 754-en, a fogyatékkal élők nappali ellátása 19 ember teljed ki, a támogató szolgálatban 92-en, jelzőrendszer és házi segítségnyújtású 78 fő, család és gyermekjóléti szolgálatban 2295 fő, és a család és a gyermekjóléti központ 612 fő. Ez összesen 5063 embert jelent. Ez egy akkora szám, ami megmondom őszintén, amikor megkaptuk a statisztikát, még én is meglepődtem. És itt még nincsen vége, hiszen a kötelezően ellátható feladatok mellett pályázatokban is dolgoznak a kollégák. Vannak különböző pályázatok, az iskolai szociális munka, a gyerekesi pályázat, van a Gődény teleprogram, Látszaségként és Semmilyenbe, ugye mindannyian tudjuk, hogy fut a teleprogram, a cigándi ifjúsági közösségi fejlesztési program is fut, és a 25 év alatti fiataloknak a mentorálásában is jelentős szerepet tölt be a kistérség, illetve a szociális dolgozó. Továbbá évek óta részt vesznek a dolgozóink, oktatóként is, hiszen a szakembereket, azokat a szakembereket, akik itt vannak köztünk, majdnem szinte kivétel nélkül mindenki saját magunknak neveltük ki, tisztelet a kivétel természetesen.
Ezeket az adatokat csak azért gondoltam mindenképpen felsorolni, mert ebből is kitűnik, hogy mennyire leterheltek a mi dolgozóink, és meg milyen sokrétű az a feladatkör, amivel ellátjuk a Bodrum közt. Ebből is látszik, hogy milyen hány területen jelen vagyunk, és ezáltal, ahogy képviselő is mondta, összetartjuk tulajdonképpen a Bodrum közi többszörű kistérségi társulást, hiszen ez az intézmény a társulásnak az intézménye. Sajnos el kell mondani azt is, hogy a munkaerőhiány is jelen van, és főleg azok akkor van gondunk, amikor diplomás végzettségű dolgozókat kell felvennünk. Ez mindennapos harcot jelent. Megoldjuk nagy nehezen, de erre folyamatosan szükség van, és nagyon remélem, hogy lesz egy olyan generáció, aki ezt az őt majd fogja pótolni. A telephelyeken dolgozó szakemberekről egy kicsit róluk is beszéljünk. Viszont látjuk és tudjuk, hogy nem csak a munkahelyeken, illetve a telephelyeken lehet számítani, hiszen a legtöbben nagyon aktívan részt vesznek a települési programokban, a települési életében, a falunapokban és a rendezvényeknek a lebonyolításában. A dolgozóinkat igyekszünk évközben is magunk módja szerint megbecsülni, hiszen intézményi kirándulásokat is szervezünk olykor, munkarója juttatást, és úgy gondolom, hogy egyedülállóan kafetériát is biztosítunk a dolgozóknak. Ekkora ellátotti létszám mellett a folyamatosan változó jogszabályi környezetben az egyre magasabb szintű szakmai elvárásoknak is meg kell, és meg is tud felelni ez az intézmény. Ezt jól mutatják azok a lefolytatott törvényességi, kincstári és módszertani ellenőrzések, amelyek egymás után váltják egymást, mintha ez kötelező lenne. Szegény intézményvezető asszony és kollégáim már megbolondulnak ettől, nincs olyan hét, hogy ne jönne valaki ellenőrizni minket. De nagy büszkeséggel jelentem, hogy 2012-től hiányosságot nem tártak fel, az ellenőrzések nagyszerűen sikerültek, visszaélést nem tapasztaltak, és ez egy nagyon pozitív visszajelzés a dolgozók, illetve intézményvezető asszony és kollégái felé. A kormányunknak is kiemelt célja, hogy erkölcsileg és anyagilag is támogassa az ágazatban dolgozókat, hiszen hosszú évek után végre megtörtént a várólag béremelés, erre minden ilyen emlékezünk. De emellett nyilván tudjuk, ez mindig kevés, és nagyon nehéz ez a kenyér, amit önök állítanak elő, illetve az önök munkájával állítanak elő, és ezt csak azt tudják igazán el szoktuk mondani, hogy milyen nehéz ez a munka, akik ebben a szférában dolgoznak, akik ezeken a telephelyeken dolgoznak. Csak önök tudják azt, hogy hány ezerféle megoldást kell találni a mindennapok során, ami talán nincs is benne a munkaköri leírásukban, tehát ami talán akkor sem hangzott el, amikor leültek egy állásinterjúra. Ezek a problémák, ezek nagyon sokrétűek, és ezek jönnek minden nap. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy hála Istennek felé, mint a kistérség járműlő felé visszajelzés, negatív visszajelzés nem érkezett. Ez egy óriási eredmény, hiszen ez azt jelenti, hogy mindenki a feladatán túl elvégzi azokat a dolgokat is, amelyek a nap mint nap előtérbe kerülnek. Én köszönetet szeretnék mondani ezért. De ugyanakkor ennek a munkának a szépségeit is csak önök ismerik, és tudom, hogy az elismeréshez önöknek sokszor nem egy ajándékcsomagra vagy pénzre van szükségük, hanem egy jó érző, együttérző mosolyra, egy köszönetre, amit esetleg egy bólintással, egy kacsintással, vagy egy mosolyra tudnak meghálálni önöknek az ellátottak. És én kívánom azt önöknek, hogy ebben minden legyen részük, hiszen tudom, hogy ez eljutat önöknek a folytatáshoz. Viszont a munkáltató kötelessége, hogy ne csak irányítsa a dolgozóit és a betartandó szabályok halmazával bombázó önöket, hanem amikor erre alkalom nyílik, akkor meg is köszönje az önök áldásos munkáját. Hát magunk részéről, mi is a települőség polgármesterei nevében, akik is egyben, mint mondottam, fenntartói és a Szociális Szolgáltató Központnak, nagyon fontosnak tartjuk polgármester kollégák nevében, hogy köszönetet mondjuk önöknek. Nem telik el úgy egyetlen egy társulási ülés sem, hogy ne vitassuk meg azokat az önöket érintő intézmények működtetéseit, és ne állítsuk be a legmegfelelő jövőképet az önök számára, anélkül, hogy ezt végülne beszélnék. Higgyék el, hogy nagyon-nagyon sokat foglalkoznak a kollégák önökkel, ha ez nem is látszik a mindennapokról. Magam részéről szeretnék köszönetet mondani elsősorban minden polgármester kollégának, kolléganőnek, hogy fontosnak tartják és magukénak érzik és tudják a közös intézmények működését, és ezáltal vigyáznak önökre is, fontosnak tartják és segítik az önök munkáját. Nélkülük ez az intézmény, illetve önök nélkül csak nagyon-nagyon nehezen működnek. A köszönetről volt szó,
szerintem most már eleget beszéltem, és szeretnék áttérni a tényleges köszönetre. Minden egyes ilyen alkalommal kiszoktunk emelni egy pár dolgozót, akinek köszönetet mondjunk. Ez alkalommal, és ez mindig nagyon nehéz, el kell mondanom, hiszen mindenki megérdemelni azt, hogy kitüntessük, egy picit kihívjuk ide, külön-külön megköszönjük neki a munkáját, és biztos vagyok benne, hogyha a kitartóak előbb-utóbb mindenkire sor fog kerülni. A mai napon két olyan dolgozónk kerül kitüntetés, akik 10 éve az intézmény dolgozói. Kérném szépen ide hozzám mellém nagy tisztelettel Nagy Istvánnél, illetve Németnél. Mégis azt tudjuk mindannyian, hogy ez az intézmény nem működne, ha nem lennének olyan vezetői, akik képesek eligazodni ennek a rendkívül bonyolult rendszernek a buktatóiban, szabályaiban, akik felelősséggel irányítanak napi szinten, mint mondottam, több mint 150 ember. Nevezetesen itt Dakos Jánosnak Erzsikére, illetve Szilvásinék Bernek közéket beszélek. Erzsiket, három. Talán legjobban én is várom, hiszen együtt dolgozom nap, mint nap, és tudom, hogy mit jelentettek ezek az ellenőrzések a hosszú évek során, tudom, hogy milyen kimerítőek, és hálául ezekért, hogy minden rendben ment, hogy mindent levezényeltek úgy, hogy kelljen. A Bodrog közé több célú kistérségi társulás elnökeként elnöki dicséretben részesítem őket. Az, hogy így működik az intézmény, ahogyan működik, ezt én, ha megfeszülnék, se tudnám egyedül, és több kollégámmal együtt se. Ehhez mindannyian kellettek, és én nektek adom át ezt a dicséretet, így jelképesen én is elnöki dicséretben részesítelek titeket, polgármester úr által, elnök úr által, mert nagyon meglepett, és nagyon szépen köszönöm. És mindannyiutoknak ezt a dicséretet, hiszen valóban ez nem az én érdemem, ez mindannyiunk érdeme, mindenki, aki ezen a területen napnyiban dolgozik, és teszi a dolgát, a területet, a lelkiismeretes munkáját. Úgyhogy én ezt a dicséretet mindannyiutoknak mindannyiutoknak.
mert természetesen önökről, a dolgozókról sem felkezdtünk el, ezért minden dolgozónak szokás szerint egy ajándékcsomaggal kedveskedünk, melyet a települések polgármesteri segítségével fogunk átadni. Ezért nagy tisztelettel felkérem legelőször is Fedor László polgármester urat, hogy jöjjön ki, és megkérem a rácsékei kollégákat, hogy fáradjanak ide kívánszik. Akkor megkérném a látszócsékei kolléganőnket, Fedor Lászlónit és Aranyos Natáliát, hogy fáradjon ki, és vegye át polgármester úr. Olá Jánosné.
házi segítségnyújtásában dolgozó gondozónőink neveit sorolom. Balla Balázsné, Berta Józsefné, Bodnár Lászlóné, Csáki Sándorné, Fehér Imréné, Gönci Józsefné, Horváth Jácinta, Kilis Tamásné, Kantár Imréné, Kovács Bertalanné, Lőrinc Ágnes, Nagy Ispánné és Nagy Lászlóné. Hi.
Baraki Zsuzsanna, Marti Andrásné, Somaj Dáné, Filmik Erika és Barba Anikó. Hogy a licsei dolgozóknak adja át az ajándékokat. Balogh Aranka, Balogh Erzsébet, Barkóti Ferencné, Csákiné Kelemre Zsuzsa, Deják Lászlóné, Körmöző Erzsébet Önde, Körpésén Deják Edith, Mátyás Lászlóné, Szatmáriné Axman Angéla, Bécsi Istvánné, Veres Lászlóné. Adja át a dolgozók ajándékát. Antalni Deják Zsuzsanna, Szabó Erika, Szabóni Tesenko Svetlana. Tampó Ferencné és Pályer Istvánné. Kár Istvánné, Kis Lászlóné, Molnár Károlyné,
Lakatos Ilona és Tomori Sándorné. Akik a családmunkatúr, illetve asszisztensi feladatokat látnak el, Kovács Itti, Várci Anikó és Vajda Mirek. Mónika, Sándor Vivien, Kolozsvári Gáborné, Nagy Miklósné, Sérányi Brandon Clementia, Tóvinyi Dóni Marian. De megkérem Ungvári Józsefnét és Vojtas Miklósnét és Sérányi Deák Ibolyát, akik tudom, hogy jelen vannak, bár adjanak ki, és fogadjanak ki. Az együttműködést és a munkát, és fogadják tőlünk szeretettel ezt a cseki kis ajándékot. Szabóné Horváth Eszter, Kopasz Gábor úr, és Nagy Tóbiás Katalin. Köszönjük a munkát, és számítunk látok a jövőben is. És megkérném a kollégákat, hogy a meghívott vendégeinknek is át tudjuk adni az ajándékot. A borokat kérném szépen, Ablonci Dániel alpolgármester úrnak, és hát Gejtő úr is egyéb elfogadtsága miatt elment. És polgármester úr, megkérném neked ezt a Köszönöm.
És természetesen köszönjük a társulási tanács minden tagjának, polgármester asszonynak, uraknak a támogatást, az együttműködést, mert mi, mivel, ahogy elmondta a képviselő úr is, polgármester úr is, több telephelyen dolgoznak kollégáink, és van, hogy csak ilyenkor találkoznak egymással. Feltétlenül fontos az, hogy a települések életéből jelen legyenek, ott legyenek, és számítunk mindnek a polgármesterek segítségére. Ezután is nagyon-nagyon szépen köszönöm. És köszönöm, hogy ilyen értoképpen megünnepelhettek ezt a napot. Ígérem, hogy meg fogjuk szolgálni. Azon leszünk. Kedves kollégák, nekem nem maradt más tisztem, mint hogy magam és vezető társaim nevében megköszönjem kitartó és lelkiismeretes munkátokat. Köszönöm, hogy mindig és mindenben számíthatok rátok. Köszönöm, hogy kitartotok intézményünk mellett, maradtok ezen a nehéz munkaterületen annak ellenére, hogy nagy a csábítás a könnyebb munkáért, magasabb bért kínáló munkahelyek irányából. Azt, hogy a nehézségek ellenére is maradtok, azt mutatja, hivatásként élitek meg munkátokat, lojálisak vagytok az intézménnyel szemben, ami nagyon nagy dolog. Ez az év, ahogy polgármester úr mondta, előfeszítettésekkel zajlik, meg nagy feladat számunkra a napi munka mellett felkészülni az ellenőrzésekre, hiszen ez már évközepétől zajlik, és át fog húzódni a jövő év elejére is. Ez sok energiát vesz ki belőlünk is, belőletek is, és sokszor bizony ingerlékenyebbek, feszültebbek vagyunk, és most kérek elnézést mindenkitől, minden munkatársamtól, ha esetenként olyan hangot ütöttem meg, ami hozzám nem igazán illik, vagy nem is szoktam így, de ugye meg szeretnénk felállni az ellátottainknak, és meg szeretnénk felállni a fenntartónak is. És ugye arra törekszünk, hogy valóban hiba nélkül dolgozzunk. Eddig a sikerült, és ezt nem szeretnénk, hogy elrontsuk. Az a lényeg, hogy ez az ingerlékenység viszont a munkátokban ne jelenjen meg, a általatok ellátott embereketből semmit ne érezzenek, mert hogy az ő hozzá visszajelzésük, vagy a hozzátartozóik visszajelzése minősíti a munkánkat. Engedjétek meg, hogy ünnepségünk hivatalos részeként, lezárásként, mint egy útravalóként idézek egy pár gondolatot ezekből a visszajelzésekből. Szó szerint fogom idézni azokat a leveleket, amik hozzánk érkeztek hozzátartozóktól. Tisztelt Szociális Szolgáltató dolgozói! Ezután szeretném megköszönni és elismerésemet kifejezni a vezetőségnek és a dolgozóknak, hogy gondoskodnak a településen magányosan élő idősek mindennapjairól. Budapesten élek, idős édesanyám a szülőfalukban maradt. Nagyon örülök neki, hogy lehetősége van arra, hogy részt vegyen a foglalkozásokon, elkerülve ezzel az elmagányosodást. A rendezvények után mindig örömmel tájékoztat, ami engem is nagyon jó érzéssel tölt el. Köszönet az eddigi munkájukért, a továbbiakban sok sikert és jó egészséget kívánok. Tisztelettel, Kály Judit! És egyet még engedjetek meg, amikor ezt elolvastam, akkor én is szinte könnyekig hatottam. Kedves idősek klubja dolgozói, szeretném önöknek köszönetemet és hálámat kivinyoválítani mamámmal, Lili mamával szemben nyújtott
szeretetükért és odaadásukért. Nagyon sokat szokott a klubról és önökről mesélni, ha találkozunk, még ha oly keveset is. Mióta a klubba jár boldog, és csak is ez számít. Ha nincs ott, nincs önökkel, alig várja a következő napot, hogy mehessen. Köszönöm, hogy szebbé tették, teszik az életét. Hálás köszönettel unokája, Bea és családja. Kedves munkatársaim! Ezek a visszajelzések és elismerések adjanak erőt nektek mindennapi munkátokhoz. Kívánok nektek kitartást, jó egészséget! Tisztelt vendégeink, ünnepségünk hivatalos részét ezzel lezárom. A vacsorához mindenkinek jó étvágyat kívánok, és az további részében pedig jó szórakozást.